Köszöntöm az Esti Mérleg nézőit. Az összetartásra határokon kívüli összetartozásra hívja fel a figyelmet a Kárpátokőre Szoborcsókakön. A pénteken felavatott alkotás, hogy ezen kívül kiknek állít emléket, megtudhatják az Esti Mérlegből. Maradjanak velünk! Gyújtsd felénk, régen megálmodott szobor kerülhetett a Csókakői vár alatti térre. Az első Kárpátokőre emlékművet Kolozsvár főterén állították fel az első világháború idején. Szeszák Ferenc szobrász akkor katonalakban fogalmazta meg a magyarság összetartozását bemutató szobrot. Ezt azonban felgyújtották a román csapatok. 1848-ban létrejött egy kifejezés és egy ehhez kapcsolódó morál. A honvéd szavunk ekkor született. És ehhez tudjuk, olyan morál kapcsolódott, hogy a császáriak azt hitték, hogy francia tűzéreket fogadtunk Zsoltba, mert olyan pontosan kezelték a rézágyút a 18 éves fiúk, hogy másra nem tudtak gondolni. Ide kell visszatérnünk lélekben és szakértelemben. A honvéd szó olyan mélyen ivódott be a magyar honvédelembe, hogy még a szocialista néphadsereg sem tudta onnan száműzni, fennmaradt, és hiszem, hogy megállíthatatlanul kezd feltámadni a honvédelem szelleme is a mai Magyarországon. Honvéd alatt általában a közkatonát értették, akit a ma avatandó szobor is ábrázol. Azt a fiatal magyar férfit, aki vállalta a kötelességét, ha szerencsétlen időkben született. A honvédelem hazafiságunk egyik pillére. Ezt költőként Petőfi Sándor is tudta és hirdette, amikor beállt Bem József tábornok mellé katonának. Kevés lelkesítőbb esemény van, mint a saját történelmünk és hadi történetünk felidézése. Én is szeretném egy helyszínnek két jelenetét felidézni a hadtörténetünkből. A ma leleplezett Kárpátokőre, leleplezendő Kárpátokőre szobor lábainál az úzvölgyi betörésekről is fontosnak tartom megemlékezni. Azért, mert ez a Kárpátok egyik sok vérrel öntözött hágója, és azért is, mert idén nagy ismertségre tett szert. Legutóbb július 5-én tartottak megemlékezést a testvérszobornál, a Csík Csomortáni Kárpátok őre emlékműnél, a 907-es pozsonyi csata évfordulóján, amiről hallhattunk az előbbiekben, de az emlékhely építését és engedélyezését illetően vizsgálat megkezdését helyezte kilátásba a Kovászna-Hargitai és Maros megyei románok civil fóruma. Az úzvölgyi eseményeket követően és attól elválaszthatatlanul. Ezekről az aktualitásokról ugyan sokat hallottunk az elmúlt hetekben, de nem árt leszögezni. A politikai okokból elkövetett durva kegyeletsértés sorozat, a nacionalizmus és az idegengyűlölet rendkívül minősített esetének minősül. Mi történt az Úzvölgyében? Az Úzvölgye egy hágó a Kárpátokban, stratégiai védelmi pont. Ezért már az első világháborúban is vér áldozatok helyszíne lett, amikor a magukat két évig, tehát 1916-ig semlegesnek deklaráló románok beszálltak az oroszok oldalán, és mi ellenünk a nagy háborúban. Majd a második világháborúban is azzá vált, amikor 44. augusztus 23-án a velünk szövetséges Románia átállt a szovjetek oldalára, amikor a front már náluk járt. Vagyis ezen a helyen román és orosz-szovjet egységek törtek be Magyarország területére mindkét alkalommal. Az első világháború során bár váratlanul betörtek a románok ezen a hágon, megtámadva
a már másik két fronton harcban álló osztrák-magyar hadsereget, technikai fölényben lévén és harctéri tapasztalatban 2 év előnnyel, 10 nap alatt visszaszorítottuk őket a határon túlra. Ekkor jött létre a bizonyos katonai temető, amelybe a magyar és német gyaloghadosztálynak elesett katonáit temették. Románia 44-es átállása már nagyobb károkat okozott egy egységes szovjet vörös hadsereg oldalán. A betörés felgyorsítja az eseményeket, áttöri és visszanyomja a német frontot, összedönti a védelmünket a Kárpátokban, azonban az Árpád vonal fel is tartóztatja a második ukrán front előnyomulását, és időt szerez a civil lakosságnak. Persze, pánik tör ki az átállás hírére, ennek megvan az oka, mert 3 nemzedékenként volt rá példa, és mindig voltak olyan öregek, akik átélték és emlékeztek még az előző orosz-román betörésre, a 19-esre, az ő nagyszüleik pedig a 49-es orosz betörésre. Az első csapást 44-ben az irgalmatlan szovjet páncélosoktól a 17-18 éves fiúkból álló 11. székely határőr zászlóval kapta, és legtöbbjük odaveszett. Az áttörés mégis elhúzódott. Az Úz völgyétől Csíkszentmárton 33 kilométerre van. Ezen a 33 kilométeren elesett 2000-2500 magyar katona, németektől körülbelül 120 fő. De a szovjeteknek okozott veszteség 20-22 harckocsi, 16-20 szállító gépjármű, 10-14 különböző löveg, 30-35 géppuska, 18 aknavető és 10-15 ezer halott, sebesült, illetve eltűnt. Csodálatra méltó, hogy ez a kis létszámú, rosszul felszerelt magyar-német alakulat hogyan tudta feltartóztatni augusztus 26-tól szeptember 11-ig, 16 napon keresztül az Úz völgyében a szovjet előrenyomulást, amikor azok 30-50 tankkal, páncélos járművel, illetve 18-25 ezer katonával támadtak. Ezek alapján ki a Kárpátok őre? Az, aki fizikailag védi a magyar területet, akár az élete árán is, mert tudja, hogy ha nem foglalja el az állását, és ott nem végzi el a rászabott feladatát, akkor civilek kerülnek kiszolgáltatottan a megszálló hadsereg markába és karmai közé. Aminél rosszabb, nincs. Mi tehát a honvéd szerepe? Ma már nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy Trianon után több területet megőrizhettünk volna, ha van honvédelmünk. És például a balassagyarmati kezdeményező ellenálláshoz hasonlóan több helyen ütközik fegyveres ellenállásba a szomszéd állam megszálló, sokszor felkészületlen fegyveres ereje. A honvéd az elkerülhető szenvedéstől védi meg a szülőföld lakóit. És ezt néha bizony fegyverrel lehet csak megtenni. És ekkor csak a honvédelmen múlik a hazasorsa. Ma azokra a hősökre emlékezem, ennek a Kárpátok őre szobornak a felavatásán, akikben tisztelhetjük a bátor katonát, aki mindent megtett, hogy megvédje a szeretteit, faluját, a hazáját, akikben tisztelhetjük a honvédet. Tisztelet a hősöknek, tisztelet azoknak, akik ma is önként vállalják ezt a feladatot, itthon, vagy éppen a nagyvilágban. A csókakői szoboravatás Visegrádi Józsefnek köszönhető. Az ötletet támogatta a Csókakő önkormányzata és a helybeli hagyományőrzők. A történet az ott kezdődött, hogy 2002-ben állították a szilvásváradi szobrot, a
Szalajka völgyben, Kocsis László barátom, és akkor ott elmélkedtem ezen a gondolaton, hogy ha egyszer megtehetem, hogy egy ilyen szobrot készítesek, akkor ezt meg fogom tenni, és ezen a helyen szeretném felállítani. Ez egy különleges szakrális hely, és a gondolat az onnan kerekedett. Miért volt fontos, hogy egy ilyen és ilyen üzenettel rendelkező szobor itt legyen a Csókakön? Hát én nagyon fontosnak tartom ma, főleg különösen a mai világban azt, hogy ugye elég vihart vert a sorsunk, és az összefogást próbáljuk megerősíteni. Ennek a szobornak ennek olyan küldetése van, ugye 1915-től hirdette ugye a hazavédelmet, a nemzet összetartozását, összefogását, és ez úgy benne van a lelkemben, és én ezért szeretném ezt, hogyha ez itt legyen, és mindenki járjon ide, vezekeljen, és a hazáját szeresse. A csókakői fából faragott szobrot Demeter József marosvásárhelyi szobrászművész készítette az eredeti tölgy helyett hársfából. A Kárpátok-őre szobor, azzal kezdeném, hogy mi a célja a szobor felállításának, az a Kárpát-medenceiben élő magyaroknak az összefogása, az érdekeink és értékeink védelme, ez lenne a cél. És a Kárpátok-őre szobor az már a középkorba, az Árpád-korhoz vezethető vissza. Minket, székelyeket ugye a Kárpátok bérceire odavitt még monda szerint Csaba királyfi, hogy védjük a határt. És a legelső szobor, amelyiket készítettek, az 1915-ben volt Kolozsvárra fölállítva, Szeszák Ferenc készítette. Körülbelül 1918-ban románok fölrobbantották. Ennek a célja az első szobornak, az 1915-ösnek az volt, szintén a Magyarország, Nagy Magyarország védelme, a háború fenntartása. Szöget verhettek a mintába, a cifraszűr, ami van rajta, Szeszák Ferenc szépen fölrajzolta, és az adomány azok szöget üthettek, az adták ki a szögek feje a mintát, és ezzel az adománya fönntartották, segítették a háborút olyan dolgokkal, hogy az özvegyeket, árvákat és a katonáknak ruházatot, élelmiszert, hogy ezzel is segítsék és enyhítsék a nehézségeket. Ebben a szobornak hársfát használtam, az eredeti tölgyfából volt, de 1 méter 10 centis az alja, és mivel ilyen tölgyfát nem engednek mostan kivágni, és nagyon nehéz beszerezni, úgy döntöttem, hogy tömbösítve hársfából készítettem, úgy, mint ahogy a kegyszobrokat is készítik, és vannak a kegytemplomokban, ugyanezzel a hagyományos stílussal. 2 méter 20 cm-es, és egy kültéri természet alapú anyaggal van kezelve. Miben másabb ez a szobor, mint az eredeti Szeszák szobor? Én próbáltam kihozni, hogy ha lehet ugyanazt a sugallja, ugyanaz a tartós, gerinces, határozott arcú katona legyen, aki őrzi, védi a határt, ha nem is szigorú tekintettel, de szigorú testtartással, és úgy érzem én, hogy megtaláltam, és megkaptam, kihoztam az érzetet, amit ugyanaz a szobor, amit Szeszák Ferenc alkotott meg akkor annak idején. A Kárpátok őrei védelmi rendszert Árpád fejedelem alakította ki a honfoglalás korában. Ez a védelmi rendszer zárta le a Kárpátok hágóit és szorosait a kelet felől fenyegető külső támadások ellen. Kedves nézőink, az Esti Mérleget látták, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!